Boldog, sikeres új évet kívánunk! Önök a Guta TV-t látják. Prajme šťastnie a úspešný nový rok. Sledujete Guta TV. Városunk egyre több hagyományos újévi rendezvénnyel büszkélkedhet, ilyen a vízkereszt maraton vagy a rozmárok jeges úszása is. A Guta TV 2019-es első rendes adásában ezekről láthatnak felvételeket. Azonnal kezdünk, köszönjük, hogy nézik a Guta TV-t. Naše mesto sa môže píšiť stále väčším počtom tradičných podujatí, medzi ne patrí trojkráľový maratón, ale aj ľadové plávanie mrožov. V prvom riadnom vysielaní Guta TV si môžete okrem iného pozrieť zábery z týchto podujatí. Okamžite začíname. Ďakujeme, že sledujete Guta TV. Január 6. Vízkereszt napja. Vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe. A napkeleti bölcsek imádása és korábban a karácsony ünnepének kialakulása előtt Jézus születése, Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, Jézus első csodája a vízborrá változtatása a kánai mennyegzőn. A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a vízkereszt ünnepéhez kötődnek. Szokás volt a szentelt víz hazavitele, melynek gyógyító hatást tulajdonítottak. Megszentelték a vízzel a házakat, az ólakat, a bölcsőre is szentelt vizet hintettek. Házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, hogy a házakra a három napkeleti bölcs neveinek kezdőbetűjét vésték fel, valamint vízkeresztkor szokás leszedni a karácsonyfát is. Dnes už považujeme za tradičné silvestrovské ľadové plávanie kolárovských mrožov, keď sa ponoria do ľadovej vody pri Vážsko-Dunajskom moste. Prišli aj hostujúci plavci z okolitých spriateľených klubov, ale aj celoslovenské ponorenie sa uskutoční u nás, a to 17. februára. Na tejto udalosti klub do svojich kruhov prijal 4 nových mrožov. Immáron hagyományos a gutai rozmárok szilveszteri rendezvénye, amikor is a Vágduna hídnál a jeges vízben mártóznak meg. Érkeztek vendégúszók a környékbeli baráti klubokból, de az összlovákiai merítkezés is nálunk kerül megrendezésre február 17-én. Az eseményen 4 új rozmárt is avattak. Január 5-én szervezték a 9. gútai vízkereszt maratont. A környékünkön ritkaságnak számító intenzív havazás ellenére is szép számmal akadtak sportemberek, akik nekivágtak a távnak. Érkeztek futók Magyarországról, Csehországból, Ausztriából és Oroszországból is. Az eredményeket megtalálhatják a Guta TV képújságában. 5. januára bol usporiadaný 9. trojkráľový maratón. Napriek hustému sneženiu, ktoré sa v našej oblasti považuje za zriedkavé, sa našli športovci v peknom počte, ktorí sa pustili bežiac zdolať trať. Prišli bežci z Maďarska, Česka, Rakúska aj Ruska. Výsledky nájdete na teletexte Guta TV. Először vagyok ilyen szituációban, hogy futóversenyen, és nézem, hogyan futnak be a futók a célba. Szokatlan is egy kicsit,
Meg vagyok lepődve, hogy ilyen kellemetlen, nem olyan szimpatikus időben ennyi futó érkezett, és hát csak gratulálni tudok a beérkezett, meg a, még a nem beérkezett futóknak is, hogy neki mertek vágni ilyen időbe, és hogy legyűrik ezt a 21 vagy aki maratonon indul a 42 kilométeres útszakaszt. Ami az első helyzeteket illeti, ha jól tudom, a férfi, aki beérkezett elcsinek, a 1 óra 22-3 perc, 23 perc alatt ért be. Ilyen időben az ő eredménynek mondható. Volám sa Tomáš Skala, a som z Osenice. Čo sa týka trati, veľmi náročná trať, tým, že snežilo a bolo aj veľa snehu, tak dosť to šmíkalo. Najťažšie bolo vlastne ten úsek na tej hrádzi tam. V Kolárove som tentokrát druhýkrát. A tedy bolo minus 15, ale teraz je síce jeden minus 2 okolo, ale nedá sa to zrovna, to ten terén je šmíka sa, aj som teraz spadol. Nie je to dobré. No, moje meno je Zuzana Polohová, bežím za Leskis Runner, sme z Ivanky pri Dunaji a prvýkrát v Kolárove. Super sa mi bežalo, výborné, krásne počasie. Ako ste spokojná s organizáciou? Super, super, nič mi neprekážalo. Všetko ako má byť. Terén, aký bol? Terén bol náročný, ale krásny zimný, takže neviem sa na čo sťažovať. Dobré tenisky a ide to. Gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne. Zdravím, my pochádzame z BHMSK z Bratislavy, ale sme tak hrozne pozlepáni, jeden z Trenčína, druhý z Osenca, tretí z Ivanky pri Dunaji, štvrtý z Blatného. A bežalo sa nám veľmi dobre, napriek tomu, že aké boli podmienky, sme veľmi spokojní, že po 3 hodiny sme to dali. Kolárove prvýkrát? Ale... Nie, v Kolárove sme už tretíkrát a tretíkrát víťazne. Po sebe. Po sebe. Gratulujeme. Ďakujeme pekne. Schweigen addig nächste sikerült, ez az éve nem sikerült, majd remélem jövőre. Sikerül az ötödik elcsövejtő szedbe gyűjteni a jubileumra, tizedik évadra. Nem volt egy olyan szerencsétlenség, vagy szerencsém is, hogy 32. kilométernel állisnak szerencsésen elestem, de azóta utána görzsükbe ugrott a combizom, és már remélhettem úgy, ahogy én akartam futni. Akkor még a második helyen futottam, és aztán már csak annyi, hogy legalább befutni és nem feladni. Pehe Zoltán vagyok, Budapestről jöttem. Ez az első gutai maratonom. 2 óra 57 percet futottam, ezzel az elégedett vagyok, mert az volt a célom, hogy 3 óra alatt érjek be. És igazából, hát inkább edzeni jöttem. Kellemetlen volt ezen a havon futni. A szervezés az nagyon jó. Igazából többször akartam már indulni. A extrém időjárás azért mindig visszatartott. Most azért eljöttem. Szeretném megköszönni a szervezőknek ezt a mai jó programot. Kipróbálhattuk a téli körülmények közötti futást. Az első gútai között sikerült befutnom. Itt van közöttem a két barátom, akivel képviseltük Gúta városát. Meg jönnek a többiek is. És még jönnek a többiek, persze. Voltak nálunk jobbak is, de hát igyekszünk. Fő a részvétel és a... Igen, kitartás. Sportélmény. Tavaly a rekordomot nem döntöttem meg, de... Útviszonyok se voltak a legjobbak, de viszont gyönyörű téli időjárásba futhattunk, úgyhogy ennél szebb élmény nem is kell. Én most tudottam először fél maratont itten után, kellemesen meglepődtem, hát jövőre is jövök, alig várom. Pároly Csalica vagyok Gútáról, a futás nagyon jó volt, annak ellenére, hogy havas volt a idő, nagyon szép volt a táj, bírható volt a 21 kilométer is, és örülök, hogy teljesítettem. Én Molnár Marcel vagyok, Kürti Zsolti futott még, Viola Betti és Garai Jancsi. Személy szerint először vettem részt ebbe a vízkereszt maratonba, a harmadik tagként. Elég jó időt futottunk. Hát a terepviszonyok nagyon jók voltak, ez a futás is nagyon jó volt. Így első rakikutásra az éve tökéletesen elég is volt. Úgyhogy minden szuper volt, a szervezők előtt le a kalappa. Havazott, jó volt, kicsit csúszott a út. Minden éve van kicsit javítani az időn, hát majd jövőre megpróbálok első lenni. Ennyi, köszönöm. Jó, másodszor vagyunk itt Gután, nagyon megfogott tavaly minket a hangulat. Én nagyon jól éreztük magunkat, azért úgy döntöttünk, hogy ilyen is itt kezdjük a versenyévünket. És nagyon sok versenyen veszek részt a fiammal, ebben több segítő szokott jönni hozzánk betársolni, így Csaba is. És azért futunk, hogy András is átélhesse a futóversenyeknek az élményét. Gulyás András, másodszor vagyunk itt Gútán, és azért is már kihagyhatatlannak gondoltuk, mert annyira tetszett nekünk tavaly itt a futóverseny, meg a hangulat, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk már majdnem, hogy kötelező eljönnünk ide, annyira megfogott minket ez az élmény.
Papp Csaba vagyok, és Gulyás Zoltán és Gulyás Andrással futunk rendszeresen. Budapestről jöttünk. Tavaly jöttünk először ide futni Gutára, akkor maraton futottunk négyen, akkor is Andrást toltuk végig, és a hangulat, a helyieknek a kedvessége megfogott bennünket, és egyértelmű volt, hogy az első félmaratont itt futjuk majd Gután. Juhos Gábor, Budapest. Hát a kutya a legjobb barátom, ennek megfelelően teljesen természetes, hogy 54. születésnapom alkalmából egy első ajándék, amit tőle kaphattam, az, hogy együtt futottuk le a gutai maratoni távot. Hála jó Istennek, egész jól bírtuk. Röpülök, minden oké. Som Jan Polončák, z klubu Bezostropkov zo Stropkova. Dozvedel som sa o tom maratone tak, že som si dal záväzok, že si odbehnem všetky maratóny na Slovensku. Takže som si hľadal na stránke beh.sk maratóny, ktoré sú na Slovensku. A tak toho roku vyšlo, že mám Kolárovo, tak som sa rozhodol, že pôjdem do Kolárova na maratón. Tráť je pekná, len to, že bolo veľmi sklsko, šmykľavo. Na otočke bol neskutočný vietor s dážďom. No ale chvála Bohu, už som cieľi, šťastný a rád, že som dobehol do cieľa. Nagyon örülök neki, hogy én már 9. alkalommal megszervezték Zséi Zoli és felesége ezt a kiváló futóversenyt. Szerintem őt is, hogy elmondták itt nekem előbb, nagyjából 30 segítőjük volt, és nélkülük ez nem menne. Nagyon örülök neki, hogy Guta városa támogassa ezt az eseményt. Évről évre igyekszünk pénzzel, és nem anyagi segítség is hozzájönni ez a versenyhez. Remélem, hogy továbbban is fog fejlődni ez a verseny. Jövőre már jubileum 10. lesz. Én kívánom minden gútainak, hogy legalább egyszer vegyen részt rajta. Jó, ezt jó magam is abszolváltam tavaly, egy igazi élmény, úgyhogy hajrá Guta, hajrá Gutai Maratonklub! Befejeződött a 9. Gutai Vízkereszt Maraton ma január 5-én. 9. alkalommal szerveztük meg ezt a futóversenyt, amely 3 futótávot jelentett. Maratoni távot 42 kilométert, félmaratoni távot 21 kilométerrel, és maratoni távot 42 kilométert, de staféta váltó módszerrel. A mai versenyünkön részt vettek 268-an. Belemennék egy picit a számokba. A maratonra bejelentkeztek 77-en, ebből a számból 66 férfi futónk volt, és 11 női. A félmaratoni távra pedig bejelentkeztek 156-an, ebből 115 férfi és 41 nő. Sikerült maratoni váltócsapatokat is összeszedni, 9 csapat jelentkezett be és abszolválta a távot. Az időjárás félig meddig kedvezett a futóknak, félig meddig azért, mert a táj gyönyörűsége, a hőmérséklet kedvező volt, de egy kicsit azért a hó azért nehezítette is a dolgukat, mivel hogy a terep havas volt, hát mindenkinek a cipőtalpa azért egy picit azért csúszott. A visszajelzésekből azért azt szűrtem le, hogy mindenkinek nagyon tetszett, élvezetes és emlékezetes is lesz ez a futás, mivel hogy Guta terepviszonyokban emlékezeteset nem tud úgy hozni, de időjárásban igen, úgyhogy volt már szeles maratonunk, volt már fagyos maratonunk, volt tavaszias maratonunk januárban. Az idei ez lett a havas maraton. Gyönyörű hullásban tudták abszolválni a távokat. Mindenki a verseny lebonyolítása után befutó érem mellett gazdagabb. Bízunk benne, hogy az éremnek meg lesz odahaza mindenkinél az értéke, és utána pedig a kiértékelésnél mindenki még emlékbe kapott borocskát, kupát is, hogy azért emlékezzen erre a szép futásra, ami lehet, hogy helyenként gyötrelmes is volt, de én úgy gondolom, hogy mindenki kellemesen elfáradva azért boldogan tudott hazatérni. A 9. gútai vízkeresztmaraton futás is sokarcú volt, nagyon sok futónk volt, és nagyon érdekes az összetétele a futóknak. Természetesen legtöbb futónk Szlovákiából érkezett,
utána következik Magyarország. Magyarországról 78-an érkeztek, Csehországból úgy szintén voltak itt futók, 6 futó érkezett, volt egy futónk Oroszországból is, és volt egy futónk Ausztriából is, Szlovákiából pedig 147 futó volt. Amint látjuk, igazán színes paletta kerekedett ki a futókból, és még meg szeretném említeni 2 érdekességet a futók közt. Mindkét érdekesség Magyarországról érkezett. Gulyás család, ahol mozgássérült a fiúcska, és az édesapja és segítséggel kerekes székben abszolválta a távot. Nagyon gratulálunk neki. A másik érdekesség az, hogy Budapestről Juhos Gábor pedig elhozta a kutyusát is, és a kutyus is abszolválta a 42 kilométert gazdájával együtt. És szerencsém volt látni, ahogy a kutyus a verseny után szintén azért megkapta az energiapótló eleséget. A színes futók palettáját kiegészíteném még pár információval arról, hogy szerencsére a gútaiak körében is vannak emberek, akik ilyen havas időjárásban is futásra adják a fejüket. Maratonon egy résztvevőnk volt, aki abszolválta a 42 kilométert, de félmaratonra bejelentkeztek 9-en, és mindenki sikeresen abszolválta is a félmaraton. És megemlíteném még a gútai staféta maratonváltó csapatot is, akik 4 fővel részt vettek a futásunkon. Köszönöm nekik is a résztvételt, és örülök, hogy futásra adták ők is a fejüket, és sok sikert kívánok a gútai futóknak is. Bízok benne, hogy jövőre még többen részt vesznek a versenyünkön. 2. januára o 20:46 minúte uzrelo sveta prvé novorodeniatko roka 2019 z mesta Kolárovo. Mamička Eva Sepe a jej partner Peter Fury už nového člena rodiny veľmi očakávali. Prvé novorodeniatko mesta prišlo na tento svet s mierami 2710 gramov a 47 cm. Celej rodine prajeme veľa zdravia. Január 2-án 20:46 jött a világra a Komáromi Kórház szülészetén Gútaváros 2019-es évi első babája. Az édesanyja Szépe Éva mérnök és társa Füri Péter nagyon várták a kisjövevényt, aki 2710 grammal és 47 cm-rel érkezett közénk. Gratulálunk! A Szlovák Kultúra baráti köre immáron hagyományos módon káposztalevessel, kultúrműsorral és a jubiláns tagok köszöntésével indította az új évet. Kameránk is jelen volt. Spolok priateľov slovenskej kultúry usporiadal tradičné novoročné podujatie, kam pozvali aj našu kameru. K novoročnej kapustnici sa pridal pekný kultúrny program a blahoželanie jubilantom klubu. Ježiška, naši vidieš, kajme, nemusá dostaneť.
Műsorunk végén a Gútai Művészeti Alapiskola ünnepi koncertjének felvételeivel búcsúzunk, viszontlátásra a jövő héten. Na záver nášho vysielania si môžete pozrieť sviatočný koncert základnej umeleckej školy. Týmito zábermi sa s vami zároveň aj lúčime. Dovidenia o týždeň.
Thank you.
megszületett ő.